Köszöntöm Önöket, ez a Rajt Extra, a Pécs TV két hetente jelentkező sportműsora. Ismét hoztunk rengeteg hírt, mind pécsi, mind pedig nemzetközi viszonylatban. Nézzük, melyek ezek. Felkészültek? Akkor kezdjük! Feljutott az NB2-be a PMFC labdarúgó csapata. A Magyar Labdarúgó Szövetség legfrissebb közleménye szerint az NB3-as bajnokságokat befejezetnek nyilvánították, a csapatok pedig a tabellán elfoglalt helyezésük alapján leestek egy alsóbb divízióba, vagy egy magasabb osztályba kvalifikálták magukat. Feljutott az NB2-be a PMFC. A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn kiadott közleménye szerint minden félbeszakított NB3-as bajnokságot befejezetnek nyilvánítanak. A csapatok a tabellán elfoglalt helyezésük alapján esnek ki jelenlegi osztályukból, vagy kvalifikálják magukat egy magasabb divízióba. A PMFC szakmai stábja és játékosai telefonon értesültek a szövetség döntéséről. Nagyon boldogok, csak azt sajnálják, hogy nem tudnak együtt ünnepelni a szurkolókkal. Persze szerettünk volna, hogyha ezt a pályán, az utolsó fordulóban a közönséggel közösen egy nagy ünneplést tarthattunk volna. Erre készültünk is, megmondjuk őszintén, de megmondom őszintén, tehát igazából már nagyon nagy terveink voltak, hogy a saját szurkolóinkkal hogy fogjuk tudni ezt meg ünnepelni, de hát most ezt az élet így rendezte. Mondom, ebben a szomorú helyzetben, meg ebben az időszakban most ezt gondolom, hogy ez egy kicsit nekünk, akik azért azt gondolom, hogy nagyon keményen dolgoztunk itt az elmúlt időszakban, hogy ez tényleg megvalósuljon, és ez egy hosszú folyamatnak az a lépése, ami most adhat lökést, és visszaindulhatunk általunk talán megérdemelt helyen lévő bajnokságokban. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a PMFC játékosai március közepe óta otthon edzettek. Mivel a kormány legfrissebb rendeletében engedélyezi a sportszervezeteknek az edzések tervezését, fokozatosan visszatérhetnek a labdarúgók a futballpályára. Az azonban egyelőre még kérdéses, hogy a járványhelyzet befolyásolja-e a következő szezon indulását. Optimális esetben a 2020-21-es idény augusztus második felében kezdődhet. Online teniszedzéseket tartanak a Pécsi Városi Tenisz Klub edzői. Simon István és Vörös György több videót elkészítettek, amelyekben mind a haladóknak, mind pedig a kezdőknek alaposan bemutatják a tenisz alapjait, valamint a játékfelfogást. Sziasztok! A mai videónk azoknak szól, akik most kezdenek el teniszezni, akik most szerezték be az első ütőjüket, akik szeretnének megismerkedni a játék alapjaival. Online oktat a Pécs Városi Teniszklub két edzője. Simon István és Vörös György több videót is készített, amelyekben kezdők és haladók számára kidolgozott gyakorlatokat mutatnak be. Az online edzések az utóbbi időkben egyre népszerűbbek, a járványhelyzet pedig különösen kedvez ennek az oktatási formának. A trénerek ezért indították el a videósorozatot, amelyben egyebek mellett egy fél órás speciális otthoni edzéstervet mutatnak be. Én ezt az oldalt Facebookon indítottam el, egy olyan másfél évvel ezelőtt, viszont akkor még egy egész más kinézetben, ott inkább ilyen szórakoztató jellege volt, és a tenisszel foglalkoztam. És ebben az évben jött az ötlet, hogy ezt lehetne egy kicsit továbbfejleszteni, és online kurzusok, és ingyenes anyagokra átvetíteni ezt az egészet, amivel szeretnénk kedveskedni és szolgálni azoknak az embereknek, akik szeretik a teniszt. A videók ingyenesek. A készítők ügyeltek arra, hogy azok is elsajátíthassák a játék logikai alapjait, akik még csak tervezik, hogy megtanulnak teniszezni. Én azt gondolom, hogy az online edzések időszaka az elért minket, az online oktatás, távoktatás, a home office napjainkban ugye aktuális témák. A tenisz tekintetében szintén lehetséges az, hogy bizonyos témákat, bizonyos technikákat, taktikákat elsajátítsál. Inkább ez egy elméleti tudást ad nyilvánvalóan, amit utána a pályán gyakorlatban lehet gyakorolni és edzeni, de akinek nincs pénze, energiája, lehetősége arra, hogy edzőtől vegyen órát, és inkább a saját szórakozására szeretne teniszezni, azoknak ez egy kiváló lehetőség. Az online teniszedzésekről, valamint a sport alapjairól részletesen a Redgen Sport weboldalán és közösségi portáljain lehet tájékozódni. Ebből a fogásból tudunk majd később több pörgetést generálni az ütéseinkben.
Jótékonysági FIFA versenyen indult a PMFC e-sport csapata. Napjainkban egyre népszerűbbek az e-sportok, különösen most a veszélyhelyzet időszakában. A PMFC játékosai a FIFA Pro Clubs nevezetű játékmódján próbáltak szerencsét, ezzel támogatva az egészségügyben dolgozókat. Jótékonysági FIFA versenyen indult a PMFC e-sport csapata. A KNTH Magyar Nemzeti e-sport bajnokság meghívásos rendezvényén 12 klub vett részt. A szervezők a torna bevételét a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége és a Mentőangyal Alapítvány részére ajánlották fel, ezzel is támogatva a járványi időszak alatt dolgozó egészségügyiseket. A FIFA tornát a Hungarian Pro Clubs League közösségi oldalán lehetett nyomon követni. Itt az érdeklődők élőben magyar kommentárral tekinthették meg az összecsapásokat. A PMFC játékosai a negyed döntőkig jutottak, itt a Digisport Honvéd búcsúztatta őket. A jótékonysági versenyt is ők nyerték, büntető párbajban kiejtve a Trollfoci e-sport csapatát. 40 nap alatt a Föld körül. Ezzel a szlogennel hirdeti kezdeményezését a Pécsi Tudományegyetem. Az International Spring, azaz a nemzetközi tavasz keretében 40 ezer kilométer tehetnek meg azok a résztvevők, akik érdeklődnek a biciklitúra iránt. 40 nap alatt a Föld körül. Ezzel a szlogennel indult a Pécsi Tudományegyetem különleges kerékpártúrája, amely az International Spring program sorozat része. A túra 40 napja alatt az egyenlítő hosszát, azaz mintegy 40 ezer kilométert tesznek meg közösen az indulók. A túrához bárki csatlakozhat, szobabiciklivel, túra vagy országúti kerékpárral, sőt vízi biciklivel is lehet gyűjteni a kilométereket. A teljesítmény igazolásához nem kell mást tenni, mint a teljes távot bizonyító fotót elkészíteni és feltölteni az International Spring Bike közösségi oldalára. Azoknak, akik szobakerékpáron indulnak a kihíváson, csak le kell fotózniuk a kilométeróra kijelzőjét. Én azt gondolom, hogy felülmúlta a várakozásainkat a program. Most már a feltöltéseket, a képek feltöltését, dokumentálását is ketten csináljuk, hiszen nem csak országos szintre nőtte ki magát, mert volt már Finnországból és Angliából is, aki feltöltött képet. Nyilván biciklis berkekből ez eljut mindenkihez, úgyhogy mi nagyon örülünk neki, és még szerintem még most jön a java, hiszen kerékpáros kluboknak, egyesületeknek, volt neves, hívjuk celeb hallgatóinknak, sportolóinknak, most küldtük el a napokban, a hét elején ezt a kihívást, úgyhogy én azt gondolom, hogy még most jön a java. A bicikli túrán a nemrég a kertben maratont futó Cselik Bence is indult. Ő faragott le először a 40 ezres távból, csak nem 200 kilométert gyűjtött össze. Mivel én is a dekkori kabinetnek a munkatársa vagyok az egészségtudományi karon végzett oktatói tevékenységem mellett, gondoltam, hogy akkor én ebbe becsatlakozok egy 200 kilométerrel, és akkor elindítom én ezt az egész kezdeményezést. És hát reméltük a legjobbakat ezzel kapcsolatosan, hogy tényleg minél több helyre eljut, és minél többen csatlakoznak ehhez az egészhez. A túrán indulókat több szempont szerint is rangsorolják. Többek között díjazzák a legidősebb és a legjobb egyéni távot teljesítő versenyzőt is. Iványi Dalma távozik a PVSK-tól. A tízszeres bajnok kosárlabdázó jövőre az Uni Győr mélyút vezetőedzőjeként kezdi meg a szezonját. Távozik Iványi Dalma a PVSK-tól. A tízszeres magyar bajnok kosárlabdázó következő idényét az Uni Győr mélyút vezetőedzőjeként kezdi meg. Iványi Dalma karrierje befejezése után a PVSK kosárlabda utánpótlás szakosztályának edzője, majd a Nemzeti Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatója lett, pályafutásának következő szakaszában az első osztályban szereplő női csapattrénereként fog dolgozni. Jött ez a lehetőség a győri csapattól, amit én azt gondolom, hogy tényleg úgy érzek, hogy nem szabad kihagyni. Tehát elértem egy olyan pontjához a karrieremnek, az edzői karrieremnek, ahol ezt most bátran be kell vállalni, és meg kell próbálnom, és meg kell mérettetnem magam. Iványi július 1-től veszi át a győri női csapat koordinálását. Ugyan tudja, hogy komoly lehetőséget kapott, hiányozni fog neki a város és a pécsi kosárlabda, fogalmazott a tréner.
Ez egy nagyon-nagyon nehéz döntés volt, és nem is annyira szakmailag, hanem inkább érzelmileg. Tehát itt azért egy olyan közösségben éltünk, dolgoztam, ahol nagyon-nagyon jól éreztem magam, és ezt nagyon nehéz itt hagyni. A jelenlegi veszélyhelyzet miatt egyelőre bizonytalan, hogy mikor kezdődhet el a következő bajnoki idény, viszont az biztos, hogy Iványi Dalma sokszor vissza fog térni a következő szezonban is Pécsre, hiszen a győri klub többször is játszani fog a Peac Pécs és a Pink Pécs ellen. Nem hosszabbította meg szerződését Lukács Gergely a PVSK meccsek fűszértel. A tréner harmadik gyermeke születése miatt határozatlan időre befejezi az edzősködést. Lukács több évet töltött a pécsi OB1-es vízilabda csapat élén, ez idő alatt számos rangos elismeréshez és fontos győzelemhez segítette hozzá az együttest. Minden este 10 órára értem haza, gyakorlatilag végig kimaradtam azokból a gyerekek abból a periódusából, amikor vacsorázni, fürdetni, altatni, mesét mesélni, és most ezt én a harmadik gyerekemnél már nem szeretném megtenni, úgyhogy most azt gondolom, hogy ezen a fronton kell helytállnom. A szakosztály jelenleg is több edzővel tárgyal, hogy a következő szezon kezdetéig megtalálják Lukács utódját. A csapat most kivételesen nem az új trénerrel állapodott meg először, hanem a lejáró szerződésű játékosokkal tárgyaltak elsőként. A tavalyi 14 fős keretből 9 sportoló már aláírt a meccsek fűszérthez. Megpróbáljuk itt tartani azon játékosainkat, akikkel szeretnénk a jövő évben is együtt dolgozni. Hála az égnek, mai napon úgy állunk, hogy a 14-es keretből 9 játékossal már megállapodtunk, és hozzájuk szeretnénk majd az utánpótlásból felemelni 4-5-6 olyan tehetséges, az OB1-re minden szempontból alkalmas fiatal játékost, akiknek az OB1-be történő beépítése megkezdődhet a jövő szezonban. Bár Lukács Gergely a következő szezontól már nem az első számú pécsi pólósok edzőjeként dolgozik, nem vonul vissza teljesen a vízilabdától. A PSN ZRT ifjúsági csapatának trénereként kezdi meg következő idényét, és attól sem zárkózik el, hogy pár év múlva visszatérjen a Vasutasokhoz. Ismét rangsoroltunk 10 nemzetközi hírt az elmúlt 2 hétből, amelyek komoly visszhangot váltottak ki a nemzetközi sajtóban. Nézzük, melyek ezek. Következik a nemzetközi híres 10-es. A nyíltan fiatalokkal építkező Chelsea nem eltitkolt szándéka megszerezni Jadon Sanchót, az angol válogatott szélsőjét. Mivel egyre nagyobb esély mutatkozik rá, hogy Sancho marad Dortmundban, ezért a londoniak másik alternatívát is kerestek. Amennyiben Sanchót nem sikerülnek égbe öltöztetni, akkor a korábbi liverpooli, jelenleg a Leipzigben vitézkedő Ademola Lookmannel erősítenének. A korosztályos válogatottakat végigjáró angol nagyon kevés szerephez jutott a Bundesligában, így ő is és csapata is hajlana a transferre. André Onana távozna Hollandiából. A hírt személyesen erősítette meg a kameruni hálóőr. A Barcelona nevelése nagyon hálás az Ajaxnak, hiszen ott vált belőle klasszis kapus, most azonban elmondása szerint szüksége van a környezetváltozásra, és szívesen kipróbálná magát egy top bajnokságban. Onana nyilatkozata után nagyobbnál nagyobb klubok jelentkeztek be érte. A kérők között a Tottenham, a PSG, a Manchester United, Napoli és az Atletico Madrid is szerepel. A Barcelona egyik legnagyobb sztárja, a kapusposzton bevethető Marc-André Ter Stegen nem hajlandó aláírni új kontraktusát a katalán klubbal. A Marca szerint ennek az lehet az oka, hogy ügynöke rábeszélte, kérjen megközelítőleg annyi fizetést, amennyit Lionel Messinek utal a vezetőség. A Barcelona a koronavírus miatt kialakult válsághelyzet miatt azóta nem próbálkozott meg új szerződés ajánlattal. A The Telegraph értesülései szerint a Newcastle új tulajdonosa Messi fizetésének kétszeresét is megadná a német hálóőrnek, amennyiben áttenné székhelyét Nagy-Britanniába. A
A nyári átigazolási szezonban a Bajnokok Ligája címvédő Liverpool mindössze egy játékos szeretne igazolni a transfer szezonban, ezt Jürgen Klopp a csapat vezetőedzője nyilatkozta. Nevet ugyan nem árult el, de egybehangzó lapértesülések szerint ez az egy játékos Timo Werner, aki nem szeretne a Bayern München játékosa lenni, így az egyetlen alternatíva számára a vörösök csapata lehet. Jürgen Klopp a Mané, Firmino, Salah támadó hármast nem szívesen bontaná meg, így minden bizonnyal Werner érkezését Divock Origi eladásával kompenzálná a Liverpool. A Leipzig csapata 70 millió eurót szeretne kapni Timo Wernerért. Carlo Ancelotti Liverpool kék felébe csábítana a James Rodriguez Philippe Coutinho párost. Bár egyik játékos sem tudott az elmúlt években kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, az olasz vezetőedző egyik védjegye, hogy az ilyen kaliberű játékosokból kihozza a maximumot. Az Everton vezetősége azt várja a csapattól, hogy a következő években a BL indulásért legyenek harcban, éppen ezért az átigazolásokban szabad kezet adtak a rutinos, olasz szakvezetőnek. Ancelotti egyebek mellett a csapat kulcsjátékosait is szeretné az Evertonnál tartani. Bomba igazolásra készül az FC Barcelona. A katalánok egy ideje figyelik az Interben pallérozódó Lautaro Martinezt, akiért meg is tették első hivatalos ajánlatukat. A kialakult gazdasági helyzet miatt nem tudják kifizetni Martinez 111 millió eurós kivásárlási árát, ezért játékosok bevonásával kísérletezik a gránátvörös kékek vezetősége. A lapok egy 60 milliós ajánlatról írnak, és amennyiben az olaszok elfogadják az ajánlatot, úgy Todibó, Semedo, Rakitic és Vidal közül teheti át két játékos a székhelyét Milánóba, és öltözhet kék-feketébe. Lezárult a francia pontvadászat. A francia labdarúgó szövetség a hét elején hozta meg a döntést, miszerint hivatalosan befejezetnek tekintik a ligönt, és az aktuális állást veszik figyelembe a végeredmények szempontjából. Ennek értelmében újra bajnok lett a Paris Saint-Germain, hosszú idő után pedig visszatér a Bajnokok Ligájába az Olympique Marseille. Az Amiens és a Toulouse csapata búcsúzik az élvonaltól, míg a Lyon csapata fellebbezést nyújtott be a döntés ellen, ugyanis a francia sztárcsapata 7. helyen végzett, ami nem ér európai kupaindulást, azonban az utolsó nemzetközi mérkőzésükön 1-0-ra legyőzték a Juventust a Bajnokok Ligája egyenes kiesése szakaszában, a visszavágóra viszont már nem került sor. Teherautó gázolta halálra Fredrik Larssont. A svéd játékos halálhírét vasárnap erősítette meg a Skandináv Kézilabda Szövetség. Larssont biciklizés közben érte a baleset. A korábban már visszavonuló klasszis többek között tagja volt a 2011-es svéd válogatottnak, amely a világbajnokság 4. helyéig menetelt, klubcsapatokat pedig Spanyolországban és Németországban is erősített. Fredrik Larsson 36 évet élt. Mike Tyson visszatérhet a profi ökölvíváshoz. A még mindig legfiatalabb nehézsúlyú világbajnokként számon tartott ökölvívó az elmúlt években inkább színészként híresült el, azon kívül pedig saját vállalatával foglalkozott. Életmódja alkalmatlanná tette a sportolásra. Az 53 éves boxlegenda az elmúlt években azonban a káros szenvedélyek helyett az edzést választotta, és egy év alatt csaknem 25 kg-tól szabadult meg. Mike Tyson egy nyilatkozatában említette, hogy a karantén miatt pontosan ugyanúgy tud készülni, mint minden aktív boxoló, így nem elképzelhetetlen, hogy újra ringbe szálljon. A francia pontvadászat kivételével a tervezet szerint minden top bajnokság hamarosan folytatódik, és módosított szabályzatokkal július végéig be is fejezik őket. A koronavírusnak köszönhetően ideiglenesen bevezetnék a legmagasabb szinten is a kötelező ivószüneteket és az egy meccsen történő 5 csere lehetőséget. A tervek szerint a szezon hátralévő részében már csak zárt kapus mérkőzéseket játszhatnak Európa szerte, viszont ezt a problémát Spanyolországban például mesterséges közönség zajjal orvosolnák. Jelenlegi információnk szerint a Bundesliga május 15-én, míg a La Liga, a Serie A és a Premier League pontvadászata június 1-től folytatódik. Ez volt a Rajt Extra, köszönöm megtisztelő figyelmüket, legközelebb 2 hét múlva várom Önöket a péntek esti híradó után. Addig is vigyázzon a magukra, viszontlátásra!